Élőkapcsolás következik. Skóciából Ali Harmus kapcsoljuk az Edinburghi kórházból. Szerbusz főorvos úr, jó estét kívánok, örülök, hogy megint látlak. Ugye Ali Harmus Libanonban született, Magyarországon Pécset tanult, és jó ideje Skóciában dolgozik, másfél éve pedig a Covid osztályt vezeti a helyi kórházban. Jól mondtam, Ali? Nagyjából a lényeget? Igen, hát majdnem. Mert jelenleg nem dolgozom a Covid osztályon, hanem mint visszatértem a régi szakmámhoz, az akut belügyászathoz. Hát ezt akartam elsőként kérdezni, hogy tart-e még a Covid időszak, és megvan-e még a Covid osztály, de akkor kezdjünk bele, tehát hogy már nincsen Covid osztály Skóciában, ugye? Ez azt jelenti, hogy... Most nálunk itt a mi kórházunkban ugye kezdtünk visszafelé menni, ugye a csúcsnál terjedtünk már mindenhova, már minden osztálya miénk volt majdnem, és ahogy kezdtek csökkenni az esetek, úgy visszamentünk a régi, hát régi, új régi kerékvágásba. Uh-huh. Úgyhogy jelenleg tudtomban én most már az akut belgyilászi osztályt csinálom, és tudtomban nincs jelenleg egy egyetlen covidos betegünk az osztályon, az intenzíven sem, ez biztos. Nyilván olyan betegek vannak, krónikus betegek, akik ott maradtak, már nem covidosak, hanem különböző tüdőproblémáik vannak. Ők hányan vannak úgy nagyjából? Hát most úgy a nem covid munka most egy cunami, tényleg mondom. Tehát nagyon sok ember, aki idáig halogatta, félt elmenni a kórházba, most jön mindez, és attól függetlenül, hogy nincs Covid, óriási iramba megy a munka, és nagyon-nagyon sok a beteg, úgyhogy az osztályok majdnem 100%-osan működnek, úgyhogy sajnos ez a, ugye mi tudtuk, hogy egyszerre kicsit lecsendesedik a Covid, akkor jön mind az, amivel régebben foglalkoztunk. Uh-huh. Különben mi a véleményed az indiai mutánsról? Ugye amikor felbukkant az indiai mutáns, akkor mindenki a szívéhez kapott, mert többszörös mutáns, ugye lehetett ezt olvasni, de úgy tűnik, hogy mondjam, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és nem okoz, ugye az oltottaknál nem okoz megbetegedéseket, de amúgy hál' Istennek nem okoz különösebb nagy bajt, így van? Hát ugye... Tehát ilyen fekete-fehéret mondani arról nem lehet. Azt lehet mondani, hogy emelkednek az eset szám emelkedik, a pozitív eset szám emelkedik, mind Angliában, mind Skóciában, itt nem mindenhol, bizonyos helyeken, Londonban, egy pár kisebb-nagyobb városban, Angliában és itt Glasgow-ban mellettünk, de ezzel nem járt együtt emelkedett kórházi kezelés igénylő esetszámmal. Tehát remélhetőleg ez a vírus úgy néz ki, hogy ugyanúgy gyorsan terjed, talán jobban terjed, mint az angol variáns, viszont úgy néz ki egyelőre, hogy nem okoz súlyosabb megbetegedés, és sőt, most már ugye régebben az egyetlen fegyverünk a vírus ellen volt a bujócska, most már vannak hatásos vakcináink is, és remélhetőleg, mivel azok, akik ha elkapják a vírust, esetleg szövődményekkel kerülnek kórházba, azok vakcinálva vannak, és úgy néz ki, hogy a vakcinák hatásosak erre is. Tehát ez azt jelenti, hogy szerinted, hogy azzal, hogy mondjam, Európa vagy a félvilág túl van az igazán veszélyeztetett korcsoportoknak a beoltásán, illetve azoknak a beoltásán, akik egyéb társbetegségekkel küzdenek, ezzel tulajdonképpen lecsengőben van a járvány, vagy lehet ezt így jósolni egyáltalán? Hát a járvány nincsen lecsengőben, viszont a halálozás úgy néz ki, azokban országokban, ahol a legtöbb ember, aki veszélyeztetett, az oltva van, tehát azért itt nálunk már nem tudom, mikor volt utoljára halál eset Skóciába. Ma például megnéztem, 500 eset volt is, nulla halál, és már jó pár napja ez így van. De ha megnézzük az átoltottság
ugye országunként változik, tehát látjuk, hogy Indiában ugye egy óriási ország, óriási populációval, tehát ott még mindig tombol és újabb rekordokat dönt a vírus, és nem kell messzire menni, vannak európai országok, ahol az átoltottság olyan alacsonyabb szinten van, tehát ott még mindig megvan annak a veszélye, hogy ez újabb indiai variáns, amely úgy néz ki, hogy hatásosabban tud terjedni, mint az angol is, amely ugye 50%-at gyorsabban terjed, mint az eredeti mezei koronavírus, úgyhogy azért nem véletlenül ezeket a variánsokat úgy hívják, hogy aggodalomra adó variáns. Tehát ennek sajnos a játszmának nincs vége. De gondolom, hogy Jósolni azzal kapcsolatban sem szeretnél, hogy ugye figyeled Magyarországot, én ezt tudom, meg figyelem a Facebookon is a posztjaidat, hiszen magyar ember vagy, és ugye ez az 5 milliós átoltottság, ez nevezzük 50%-nak, ez elégséges lehet ahhoz, hogy megállítsa a járványt? Hát szerinted? Most megállítani nem fogjuk tudni ennyivel, viszont ami a lényeg, az, hogy ha lesz több eset, viszont a halálozás nem lesz olyan szörnyű, mint volt sajnos, ugye... Világos halálozási szám. Utoljára beszéltünk, ugye akkor tombolt éppen, és akkor vagy abban az irányba ment, és azóta tudjuk, hogy nagyon sokan sajnos életüket vesztették, és remélhetőleg ez nem lesz olyan durva haláleset szám, de viszont sajnos, ha a vírus replikálódni tud fiatalokon, nem fogja megölni őket, de a replikációban benne van az a lehetőség, hogy újabb és újabb mutációk alakulnak ki, és akkor újabb és újabb variációk, amelyek esetleg meg tudnak lógni, tehát el tudják kerülni az immunrendszert. És ez, amitől tartunk, azért azt mondjuk, hogy nem csak az idősek, nem csak a polimorbid betegeket kell vakcinálni, hanem a fiatalokat is, mert bennük replikálódik a vírus, és ez megadja ennek a lehetőségét, hogy újabb és újabb variációk alakuljanak ki, amely ugye természetes folyamat egy ilyen vírusnál. Világos, reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, hát benne van a pakliba, ugye így szokták mondani. Ali, ugye mondtam a műsornak az elején, hogy innentől kezdve a heti napló hátralévő történetében, amíg van járvány, én mindig meg fogom minden orvostól kérdezni, hogy a te életedet hogyan változtatta meg ez az elmúlt egy-másfél év, akár a szakmai, akár a magánéletedet, mit gondoltál újra, hogyan változtál meg? Hát megmondom őszintén, hát mindenki tudja, hogy mindenkinek az élete megváltozott, de főleg az egészségügyi dolgozóknak az élete, ugye mindenki, amikor hallta, hogy mindenki maradjon otthon, de nem, kivéve mi menjünk oda. És sajnos úgy érzett az ember sokszor, hogy ott vagy a darás fészekbe, és ki vagy téve, nem csak hogy te, hanem kiteszed a családodat is egybe, ugyanabban az időbe, sőt, ha nem figyelsz, akkor a betegeidet is, akik nem covidosak, azokra is veszélyes lettél. Tehát, értem. Sőt, én olyat is hallottam, hogy meg is támadtak nővéreket, akik egyenruhába mentek ki a szomszéd boltba vásárolni, hogy mit jöttek ide minket megfertőzni, stb. Sőt, a kórházak kiadtak egy utasítást, hogy senki ne menjen ki az utcára ilyen egyenruhába, mert fönáll ennek a veszélye. Tehát a másik az, hogy ugye az a mindenki panaszkodik a maszkról, nálunk is sokkal több, mint a maszk. Ugye nem ismerjük egymást, tehát elmegyünk egymás mellett, és nem ismerik fel egymást, nem ismerik meg egymást. A másik az, hogy jönnek ugye az újabb gyakornokok, és azoknak sokszor nem végig is. Ott van, és egyszer sem látod az arcát, és akkor találgatunk, és mindig mondjuk XY, ki az az XY, meg, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz most. Ez egy kicsi része a dolognak, viszont másik az, hogy amit látunk az osztályon, az tényleg szörnyű. Én átéltem háborút, átéltem mindenfélét, de ilyet még soha, hogy elkezdem a vizitet, és a vizit alatt már 5-6-an meghaltak, tehát erre senki nem tud felkészülni, és ez lelkileg
meggyötört mindenkit, láttam nővéreket sírni, én is sírtam, megmondom őszintén, és próbáltam fokuszálni a jóra, hogy valakinek mégis tudtunk segíteni sok emberen, de sokszor tényleg abszolút haszontalanak éreztem magamat, főleg egyik napon tényleg azt mondom, hogy mi értelme van az egész tudományomnak. Nem tudok se gyógyítani, se szenvedést csökkenteni, se, mintha abszolút haszontalan lennék. Tehát ez tényleg nagyon brutális volt. Szűk egy percünk van, Eli. Egy kérdésem van még, ezt gyorsan fölteszem, hogy a tudománnyal fennálló viszonyod az hogyan változott ez alatt az egy év alatt? Te gondoltad-e volna, hogy ilyen rövid időn belül megszületik remélhetőleg a megoldás és a jó megoldás a járványra? Itt most természetesen a vakcinákra gondolok. Én szerintem ez egy óriási szerencse, hogy idáig jutottunk el, ugye Karko Katalin professzornő munkájával, meg sok más egyéb tudós munkával. Tehát ott volt ez a technológia, amely másra lett tervezve, és hirtelen lett annyi pénz, amennyit kérsz, csináld meg, és így robbanásszerűen gyorsult fel a technika, és ezért jutottunk el idáig. Szerintem ez egy óriási szerencse. Én nem gondoltam, hogy ennyi időn belül sikerül ezt megcsinálni, de nincs lehetetlen, ha megvan a finanszírozás, megvan az értelem, megvannak az ötletek, és vannak olyan emberek, akik annyira isszák és lélegzik a tudományt, és ez tényleg nagyon fontos, mert a tudományon kívül nincs menekülési útunk. Tehát a tudomány az eltlen, amely minket ebből a mély gödörből fog kiásni. Reméljük, hogy az így is van, és így is sikerült is. Ali, köszönöm szépen, hát én annyit köszönök még, hogy mondjam, ennek az egész helyzetnek, hogy megismertelek téged, és hogy mondjam, szeretnék meg veled interjúzni, de adja Isten, hogy ne kelljen, mert nem lesz még olyan szituáció, de hogyha lesz, akkor mindenképpen fogunk téged hívni, és még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál itt a heti napló adásaiban a járvány időszak alatt. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen, és én is örülök neki, hogy beszélhettem honfitársaimhoz is, egy kicsit is, ha nem testben, hanem lélekben ott lehettem Magyarországon. Fontosak voltak, amiket mondtam, még egyszer köszönöm.